Magyarország érdekeit megvédtük, a partra szállás sikerült. Így kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a jogállamisági mechanizmusról, valamint a 2021-2027 közötti uniós költségvetésről elért megállapodást a tavaly decemberi EU csúcson. Mint emlékezetes, a magyar és a lengyel kormány sokáig a mechanizmus miatt blokkolta a helyreállítási alap és a költségvetés elfogadását. Végül azonban sikerült olyan kompromisszumot tető alá hozni, amit mind Budapest és Varsó, mind a szigort követelő tagállamok győzelemként adhattak el otthon. A jogállamisági mechanizmus, amelyre az Európai Tanács után tavaly decemberben az Európai Parlament is rábólintott, idén januárban már életbe is lépett. Gyakorlati alkalmazását azonban az Európai Bizottság nem kezdi meg addig, míg az Európai Bíróság is jóvá nem hagyja. Az Európai Bíróság ezen a héten megkezdte a meghallgatásokat, amennyiben még idén jóvá hagyja az eljárást, akkor az Brüsszel azonnal bevetheti a problémásnak ítélt tagállamok ellen. Stúdiónk vendége Skype kapcsolaton keresztül Újhelyi István EP képviselő, az MSZP képviseletében. Jó reggelt kívánok! Mennyire volt gyors ez a döntés? Nagyon sokan azt mondták, hogy már rég meg kellett volna kezdeni ezt az eljárást, másik oldalról meg abban bíztak, hogy sokkal hosszabb ideig fog eltartani, kizár dolog, hogy itt a választások előtt bármilyen döntés szülessen, mármint az Európai Bíróság részéről. Ön hogyan értékeli azt, hogy megkezdődtek a meghallgatások? Orbán és a lengyel kormány az utolsó pillanatig várt a beadvánnyal, pontosan azért, hogy húzzák az időt, számítva arra, hogy ez majd évekig fog tartani. Mi a parlamentben azt kezdeményeztük, éppen a Momentumos kollégákkal nyomultunk ebben elég erőteljesen, hogy egy gyorsított eljárást kérjen az Európai Parlament, és az Európai Parlament jelentkezzen be, mint fél ebben az eljárásban. Ezt sikerült elérjük, így az idén végére egész biztos, hogy döntés születhet. Ami bonyolítja a szituációt, hogy egyik oldalról a tagállami kormányok, érükön nyilvánvalóan a magyar kormány, próbálják a bizottságot késleltetni, hogy ne alkalmazza a mechanizmust, addig az Európai Parlament pedig, nem akarok gyengébb szóval élni, politikai értelemben megfenyegette az Európai Bizottságot, hogy bepereljük a bíróságon, hogyha nem hajtja végre, hiszen ez a jogállamiság mechanizmus, a rendelet az életben van. Senki jogilag nem kötelezheti a bizottságot arra, hogy ne lépjen. Na ezért van az, hogy most óriási a tanakodás az Európai Bizottságban, hogy elkezdjék-e már használni az Orbán kormány és a lengyel kormánnyal szemben például az úgynevezett helyreállítási alap 2500 milliárd forintos pénzének kifizetése kapcsán. Ugye ezzel párhuzamosan a Lengyel Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte az uniós alapszerződés egyes pontjait, és a magyar kormányzat is kormányhatározatban üdvözölte ezt a döntést. Mi volt ennek a visszhangja? Azért azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdéskör volt, hogy azt mondják a tagállamok, hogy vannak bizonyos olyan uniós rendelkezések, amelyekben nem szólhatnak bele, mert az adott ország szuverenitása előrébb való, és köszönjük szépen, ennek nem lesz ránk vonatkozó hatása, ki lehet ezáltal egy kötelezettség alól menekülni? Egyrészt agyrém, hogy a magyar kormány az elmúlt egy-két hónapban most már sokadjára kormány határozatban rendez el politikai kérdéseket a nemzetközi térben, ítéli el Brüsszelt, áll ki Lengyelország mellett. Hát könyörgöm, a kormány határozat, mint műfaj, annak az a célja, hogy például nagyon gyors intézkedéseket tudjon hozni a kormány rendeleti formában, mondjuk az oktatási ágazat, az egészségügyi ágazat, vagy bármely más minket itthon érintő kérdésben. Rendezzék a pedagógus béreket, és erről hozzanak kormányhatározatot. Tehát elképesztő ez az egész stílus, ez ilyen észak-koreai stílus már, de ezzel egyébként semmit nem szolgálnak. Az viszont tény, és azt meg tudom önnek erősíteni, hogy a lengyelek mostani húzása miatt, és az Orbán kormány általában véve a jogállamiságot leépítő magatartása miatt az európai intézményekben, mint lehetséges és valószínűsíthető forgatókönyv beszélnek
Lengyelország és Magyarország unióból való kilépéséről. Érti ezt mindenki? Értjük ezt mindenki, hogy micsoda felelősség? És csúszunk bele a dologba, tehát hogyha nekünk egyébként szerencsénk van, mert választások jönnek tavasszal, tehát választásban ezt a kérdést elrendezhetjük egyszer és mindenkorra, de ez a folyamat, ez az unióból való kilépésünknek a része. Ugye nagyon sokszor megerősítette a magyar kormányzat, hogy nem kíván kilépni az Európai Unióból, és ezt kommunikálja, és ez egyfajta, inkább azt gondolom, hogy próbálja megtalálni a saját erőterét, hogy abba hol tud jelen lenni. De ha már szóba hozta az ellenzéki előválasztási kört, vagy az előválasztást önmagát, ön ugyanacsak a választásra vonatkoztatva, ön hogyan értékeli, mennyire tudja egyben tartani, vagy mennyire nehezítette meg az elmúlt napok eseménye az ellenzéki tábornak az összetartását? Egy pillanatra hagyd térjek ki a másik kérdésre még, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy a lengyel kormány és a magyar kormány viselkedése az most már tényleg az utolsó csepp volt a pohárban, és biztos vagyok abban, hogy ennek komoly szankciói lesznek, ezért kell nekünk itt egy Európa párti politikát képviselni. És az, amit egyébként kérdez, akár a tegnap esti vitát, akár a folyamatot nézve, tudom, hogy most az ATV nézőinek egy része azt fogja mondani, hogy nem ért velem egyet, de engem pesdít. A 21 éves fiam és a baráti köre, azt látom, hogy életükben először, egyébként új szavazók, olyan lelkesek az egész politika alakulásától, mert ők azon nőttek föl, hogy egyébként amerikai filmekben, előválasztási kampányban, akár egy párton belül is, de pezsgő, élő viták vannak. Na ezt látjuk mi is, és én mindent meg fogok annak az érdekében tenni, hogy hétfő reggeltől Márki-Zay Péter, Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Fekete Győr András és mindenki más, mi egy színpadon állva dolgozunk a közös sikerért. Tehát nem látom veszélyeztetettnek az együttműködést. Ön letette a voksát valamelyik jelölt mellett? Megvártam a tegnap esti vitát, nem szavaztam még, ráadásul egész héten Brüsszelben voltam, ezért nem akartam online szavazni, nem fogok menni majd a következő napokban, és szavazok. Elmondja, leteszi nyilvánosan a voksát valamelyik jelölt mellett? Engem tart az MSZP elnökségének az a döntése, jogos és okos döntése, hogy miután igen komolyan megosztottság a párt tagságában, hogy hova szavazzunk, ezért belső kereteinket most már vasárnap délig ne feszítsük szét, amíg meg nem tudjuk az eredményt, de aki engem magánügyileg vagy magánúton megkérdez, mindenkinek el szoktam mondani, hogy én kire szavazok. Még egy aktualitás, egy fontos kérdés, mely szerint ugye többször elővette azt, hogy úgyis az Aher Gábor mindjárt érkezik azzal kapcsolatban, hogy hogyan állunk a negyedik hullámban, hogy szeretném megtudni azokat a számokat, hogy hányan vannak az intenzíven, hányan kerülnek, oltattak, oltatlanok ebbe az állapotba. Kapott-e erre választ? Elképesztő, hogy 4 hete nem kapok választ. Most ugye újabb 45 napos haladékot kért Müller Cecília. Ehhez képest mondjuk, amikor én pénteken elküldtem egy újabb kérdéssort Kásler Miklós miniszternek, szombaton pedig sajtótájékoztatón szólítottam föl, hogy ugyan mutassák már be azt a tanulmányt, amit állítólag a kormány, majdnem 4 millió magyar ember, összesen 3,7 millió magyar ember oltottságát követve az utána következő esetleges megfertőződéseket, vagy súlyosabb eseteket, haláleseteket szedi számba. Erről külföldön Podgoricában beszélt Kásler Miklós. Nekünk itthon nincsenek rendelkezésünk az ugye adatok. Azért, mert azt mondta, az 1 évig tart ez a vizsgálat, és azelőtt ebből bármit nyilvánosságra hozni, az szakmailag nem lenne megfelelő. Ez vicces, mert hogy Podgoricában pedig ő beszélt erről, a Sinopharm vakcinát próbálta eladni Montenegróban, és a tanulmányról úgy beszélt, mint egyébként egy folyamatos nyomon követhető adatsorról. Megvannak az adatok a kormánynál, azért nem akarják kiadni nekem, mert ez következményekkel járna, be kellene vallja a kormány, hogy sajnos Magyarországon az időskorúak Sinopharmmal való oltása, az nem csak hogy szakmai hiba, hanem egy elképesztő politikai bűn volt. Ők azok, akik most megbetegszenek, és nagyon sokan sajnos kényelmeztetődik. Ugye ezt nem tudjuk, ez még mindig csak feltételezés, de ilyen szempontból fontos lenne látni az adatokat, ebben talán egyetértünk. Ebben talán egyetértem. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Szép napot, és menjenek szavazni. Köszönöm szépen.